Idén mintegy 4,7 millió tonna őszi búza termett, a belföldi felhasználás általában 2,5-3 millió tonnát tesz ki, így bőven jut exportra is. Gyakorlatilag befejeződtek a nyári aratási munkák. Becslések szerint várhatóan mintegy 7,5 millió tonna lesz a nyári gabonatermés. Az őszi búza aratása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján 97%-os készültségben áll. Ezen kultúra vetés területe idén közel 900 ezer hektár, termés átlaga pedig hektáronként 5,5 tonnát tesz ki. Az őszi káposzta, repce és árpa aratása befejeződött. 311 ezer hektáron vetettek repcét, amely jelentősen megszenvedte az időjárást, így az össztermés mintegy 781 ezer tonna. Az őszi árpa vetés területe 238 ezer hektár volt, abból 1,3 millió tonnát takarítottak be. A hosszantartó tavaszi vízhiányos időjárás leginkább az őszi káposzta repcére fejtette ki negatív hatását. A növényhozama hektáronként 2,5 tonna, amely 18%-os visszaesés tavalyhoz képest, az össztermés pedig 10-12%-kal lehetett kevesebb 2019-hez képest. Viszonylag korán jelentették be a tartósan vízhiányos állapotot, és ennek megfelelően a kárbejelentések is jelentős növekedést mutatnak a tavalyi értékekhez képest. 2019-ben ezen időszakban 139 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt. Idén ez 312 ezer hektár. Nehézséget, fennakadást okozott betakarításban a csapadék. Ugyanakkor a tavaszi vetésű növényeknek kedvezett. Azok jó állapotban vannak, a kukorica és a napraforgó is szépen fejlődik, jegyezték meg. Pozitív meglepetést okozott az őszi árpa termés átlaga. Minősége azonban gyengébb, mivel alacsonyabb a fehérje tartalma. A repce az elmúlt időszak leggyengébb termését hozta, 2,5 tonnás termés átlagával. 1,2 millió tonna búzát a malomipar hasznosít az országban. 800 ezer tonnát használnak takarmányozásra, 300 ezer tonnát vetőmag előállításra, 200 ezer tonna pedig ipari felhasználásra megy. Az export áruállap idén 2 millió tonnát tehet ki. Az őszi árpára tonnánként 43-47 ezer forint körüli kereslet. A búza stabilan 50 ezer forint felett van, a malmi búza 54-55 ezer forint körüli áron, az őszi káposzta repce pedig 125-135 ezer forintos áron mozog. A nyugat-európai terméskiesés miatt lehet áremelkedés a piacon. Magyarországon mindig a világpiaci árak határozzák meg a gabona árakat. Hogy a koronavírus járvány közvetlenül nem érintette a gabonatermesztést, nagyobb gondot az asszály okoz. A szállításra azonban hatással volt a járvány, ezért jelentős olajkészletek halmozódtak fel az olajtermelőknél, amelynek következtében csökkent az olaj ára. Ez a szállítási költségeknek kedvez, ami fontos tényező egy olyan elhelyezkedésű ország esetén, mint Magyarország.